Start kisebb várakozás követően végül 9 ló a startnál ez a First King Handicap. Jól indulnak 3-an, 4-en. Dax bent a falon, mellette Petrárok, illetve Chicago a 3 belső starthelyes a legerősebb. A favorizált Charles Wordnek is jól sikerült a startja, ott van az 5. pozícióban egyelőre. Elment mellette Brilliance BD. Ott van Inforgettable is. A sort egyelőre Wosterboy Noah egy zárja ki. Sokkal kevésbé tudott lábra kapni a többiekhez képest. Van legalább 20 méter hátránya. És Atom Maki sem úgy kezdett talán, mint ahogy várhattuk volna tőle. Chicago az éren most már. Egy körrel a vég előtt. Chicago, Dax az első kettő. Petrarok mellett Brilliance BD. Mögöttük érkezik Inforgettéből és a favorit Charles Word, Best Boy Atommaki zárkózóban is, lassacskán talán Wasserbow No Edge is megkapja a csatlakozást. Ebbe a pillanatban meg is kapta, gyakorlatilag teljesen egyé olvadt a mezőny, melyet Chicago vezet. Chicago előnye egy olyan 2 hossz lehet a kívül jövő Brilliance BD-vel, illetőleg a belülgető Dax-szal szemben, tehát kettes fogatokba látszik rendeződni a mezőny. Egyelőre nincsen nagy mozgás, talán megindul Brilliance BD, illetőleg az ő hátán hatossal Inforgettable vesz föl jó támadó pozíciót, onnan ő is megindulhat, tehát Charles World a fogadók egyik nagy kedvence a középmezőnyben van jelen pillanatban, Wosterboy No Edge pedig továbbra is zárja a mezőnyt. Chicago vezet, Chicagóra viszont elkezd jönni Brilliance BD, gyakorlatilag most ők ketten szaladtak meg egy kicsikét, de hát ez idézőjeles megszaladás, hiszen jöhetnek fölfelé a többiek, ott van például Inforgettable nagyon jó helyzetben, illetőleg leghátulról elindul Wosterboy No Edge. 400 méter van még hátra a futamból, Chicago vezet, illetve mellette Brilliance BD, tudjuk egyik lónak sem igazán a befutó az erőssége, úgyhogy jöhetnek a többiek kívülről, elindul Inforgettéből, elindul Charles World, Atom Maki, Wasserbow No Edge mind-mind kívül fognak majd támadni, a falon Dax egy kicsit zsákutcába került, Peter Arok középen jön a favorit, Charles World most már az élen Inforgettéből, kívülről pedig Atom Maki, valamint Wasserbow No Edge is nagyon-nagyon erősnek tűnik, Charles World egyelőre vezet, jön az utolsó 50 méter, Charles World, Atom Maki, Wasserbow No Edge, Charles World, Slavicsal, Charles World a nyerő. Charles World, Wasserbow No Edge és Atom Maki az első három, a negyedik helyre végül Inforgettéből érkezik, ötödik lesz majd Best Boy.